3 perc múlva 1:15 részletes híradóval folytatjuk. Egyre több részlet derül ki a kormány gazdaságvédelmi akciótervéről. Tegnap a miniszterelnök 5 pontos intézkedés csomagot jelentett be, Palkovics László pedig ma újabb részleteket közölt. A miniszter bejelentette, hogy az állam 3 hónapra átvállalja a béreket, ha a cégek rövidített munkaidőben alkalmazzák a dolgozókat. Felgyorsítják az áfa visszaigényléseket és képzéseket indítanak azokban az ágazatokban, amelyekben leállás van. Külön segítenek a turisztikai szektornak is, az egész programra 600 milliárd forintot szánnak. Palkovics László arról beszélt, hogy a kormány nem akar külső segítséget kérni, és a jelenlegi vírusválsággal is meg fog küzdeni. A miniszter szerint a kormány a munkaalapú gazdaságpolitikában hisz, ezért a munkahelyek megóvása és újak teremtése a cél most is. Ha van munka, akkor minden van. A dolgozók fizetést kapnak, a polgárok fogyasztani tudnak, a cégek bevételhez tudnak jutni, ilyen módon tudnak investálni, és a költségvetés szintén bevételhez jut, amiből ezt a védekezést is finanszírozzuk. Ezért a vírusra folytatott háború idején is a munkahelyek védelme, helyreállítása, az újak teremtése kell legyen a legfontosabb vezérfonalunk. Nem a segélyekben hiszünk, hanem a támogatásokban, kedvezményekben és a valódi segítségben, amit mi tudunk biztosítani a gazdaság szereplői számára. Ha megvédjük a munkahelyeket, akkor ezzel megvédjük a családokat, megvédjük a magyar vállalatokat, megvédjük a magyar gazdaság és a magyar emberek szempontjából legfontosabb ágazatokat. Annyi munkahelyet kell létrehozni, amennyit a vírus tönkretesz. Ezt nevezte a gazdaságvédelmi akcióterv fő céljának Orbán Viktor. A miniszterelnök a legfontosabb intézkedések között említette, hogy az állam átvállalja a bérköltség egy részét. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nehéz időket élünk, de egyetlen magyar sincs egyedül. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozzunk létre. 3 részből áll a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, melynek fő célkitűzése a munkahelyek megvédése, és a válság miatt megszűntek helyett újak létrehozása. Erről beszélt Orbán Viktor, amikor bejelentette a részleteket. Egyetlen magyar sincs egyedül. A miniszterelnök kiemelte, az akcióterv első ütemén már túl vagyunk. Ide tartoztak a TB járulék csökkentések, a katásoknak nyújtott segítség és a bankhitelek törlesztésének a felfüggesztése. Hozzátette, megindítják a második szakaszt, ami 5 programból és számos alprogramból áll. Ezek között szerepel, hogy rövidített munkavégzés esetén az állam átvállalja a bérköltségek egy részét. A kabinet 450 milliárd forinttal támogatja a beruházásokat, elősegítve új munkahelyek létrejöttét. Emellett külön támogatást kapnak a kiemelt ágazatok, mint például a turizmus, az egészségipar. 2000 milliárd forintos kerettel az állam kamat és garancia támogatott hiteleket nyújt magyar vállalkozásoknak, és több lépcsőben visszaépíti a 13. havi nyugdíjat. Az új gazdaságvédelmi akcióterv forrásai komoly alapot képeznek a válságkezeléshez. Erről beszélt Palkovics László, a program koordinálásáért felelős miniszter az M1-en. Ez egy 9200 milliárd forintos csomag, ez ha a GDP-hez kell hasonlítanunk, ez valahol a GDP 18-20%-át jelenti, de én azt gondolom, hogy ez egy megfelelően tervezett csomag. Én azt szeretném hinni, hogy a válság az gyorsabban véget ér, és gyorsabban viszont tud érni a normál életünk köz, amennyiben nem ezek a források, ezek elegendőek ahhoz, hogy azokat a hatásokat bizonyos szempontból, de tudjuk csökkenteni, amit a válság okozott. A munkahelyteremtés a legfontosabb cél a járvány okozta gazdasági károk enyhítésekor, mondta a Kossuth Rádióban a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, a pénzügyi stabilitás megőrzése megköveteli a felelős költségvetést. Ezért most az eredetileg tervezett 1% helyett a GDP 2,7%-ára tervezik az idei államháztartási hiányt. Azt mondta, ez az 1000 milliárd forint plusz mozgásteret enged a költségvetésnek. Ezek mellett a lépések mellett olyan gazdaságvédelmi intézkedések születnek, amelyek nyilván újak lesznek, de meg akarunk őrizni korábbi döntéseket. Például, hogy a 2016-ban érdekképviseletekkel, szakszervezetekkel kötöttünk egy megállapodást. A kormány törekedni fog arra, hogy ezt ebben az évben is betartsuk, ezért ebben az évben is csökkenteni fogjuk a szociális hozzáállási adó mértékét 2%-kal, tehát ebből a vállásából sem fog a kormány visszalépni. Ez olyan, mint egy dominó. A koronavírus járvány okozta gazdasági válságban sorra dőlnek el dominószerűen az egymáshoz kapcsolódó ágazatok. Ezért mostanra már valamennyi gazdasági szektort menteni kell.
Értékelte a kormány gazdaságvédelmi akciótervét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parrag László a gazdaságvédelmi programban szereplő 2000 milliárd forintos hitelkeretről szólva hangsúlyozta, a forrásnak jelentős gazdasági hatása lesz. Akár csak egy nagy cég felvesz egy jelentősebb összeget, akkor az ő megrendelése megjelenik a piacon, és az valamilyen hatással bír aztán majd a kisebb vállalkozásokra is. Tehát ennek van egy ilyen spread, ilyen szétszóró hatása, ami mindenképpen fontos és pozitív. A magyar gazdaságot emelkedő pályán érte a válság, így a krízis kezelése során is nagyobb a mozgástere, mint a gyengébb gazdasággal rendelkező államoknak. Erről beszélt a századvég gazdaságkutató vezető közgazdásza az M1-en. Szakáli István Lóránt emlékeztetett, a költségvetési hiány is évről évre egyre csökkent, és 8 év óta folyamatosan teljesítjük a Maastrichti kritériumokat. Ne felejtsük el, hogyha csak az elmúlt évet vesszük, akkor a magyar gazdasági növekedés, GDP növekedés Európai Uniós szinten az ír növekedés után a második legnagyobb növekedést produkálta. Azt se felejtsük el, hogy a munkanélküliség milyen alacsony 3%-os szinten volt a válságot megelőzően. Hangsúlyozta, az elmúlt 10 év következetes gazdaságpolitikájára volt szükség, hogy Magyarország ma gazdaságösztönző lépésekkel és nem hitelfelvétellel kezelheti a válsághelyzetet. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány gazdaságélénkítő intézkedéseit. Az LMP társelnöke arról beszélt, hogy szerinte a kormány a 13. havi nyugdíj visszavezetése ellenére lemondott a nyugdíjasokról. Az MSZP azt szorgalmazta, hogy a kabinet ne jövő februárban, hanem azonnal adjon több pénzt a nyugdíjasoknak. Szabó Tíme, a Párbeszéd frakcióvezetője, semmit mondónak nevezte a kormány védekezésről szóló döntéseit. És hasonlóan vélekedett a DK is. Szerintük a bevezetett intézkedések a reménytelenséget szolgálják. Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt javasolta, hogy Magyarország az Európai Uniótól kérjen segítséget. A KDNP szerint a legfontosabb az emberek egészségének védelme, és érthetetlen, hogy az ellenzék ezt nem így látja. A Fidesz frakció vezetője pedig arra emlékeztetett, hogy a szocialisták válság idején megszorításokat vezettek be. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, társadalmi és politikai összefogásra van szükség a válságban. A koronavírus miatt egyre nagyobb veszélyben vannak az emberek Magyarországon, erről az országos tiszti főorvos beszélt. Az elmúlt egy napban újabb 73 embernél mutatták ki a vírust. Ezzel 817-re nőtt a fertőzöttek száma itthon. Az elmúlt egy napban 9-en haltak meg, 3 nő és 6 férfi. Az áldozatok valamennyien idős, krónikus betegek voltak. Müller Cecília hangsúlyozta, nincs olyan része az országnak, ahol ne lenne ott a vírus. De elsősorban a főváros és környéke az a terület, ahol a robbanásszerűen nőhet a fertőzöttek száma. Ez az a központi rész, értelemszerűen a sűrűn lakott területek, az intézmények elhelyezkedése miatt is itt sokkal nagyobb veszély fenyegeti a lakosokat, mint vidéken. Mindenhol jelen van a vírus, de Budapestet különösen is érinti. Ezek az adatok egyértelműen arra hívják fel a figyelmünket, hogy fokozottan tartsuk be azokat a rendszabályokat, amelyeket korábban hoztunk. Az idős otthonok vezetőinek nagy a felelősségük, az utasításokat végre kell hajtani. Erről is beszélt a tiszti főorvos. A járványügyi hatóság újabb intézkedések végrehajtására utasította a fenntartókat. Az elmúlt napokban ugyanis már 2 önkormányzati fenntartásban lévő idősek otthonában is regisztráltak fertőzötteket Budapesten. A kormány elrendelte, hogy az idős otthonokban a dolgozók 24 órás műszakban is alkalmazhatók, amelyet 48 órás pihenőidőnek kell követnie. Korábban elrendeltem már a látogatási tilalmat, már jóval előbb az egészségügyi intézményekkel egy időben, majd kijárási tilalom következett, és felvételi zárlat is. Mindennek ellenére nem tudtuk megakadályozni azt, hogy akár milyen úton, módon a fertőzés terjedésével egyidejűleg bejusson az idős otthonokba is ez a fertőződés. Ezért
kiegészítettem még az intézkedéseimet, tulajdonképpen egyfajta végrehajtási protokollal, utasítással próbálom segíteni azokat a beavatkozásokat, azokat az elvárt cselekvéseket, ami megakadályozhatja az idős otthonokban a betegségek terjedését. Egerben is látogatási tilalom van az idősek otthonában. A koronavírus megjelenése óta különösen nagy figyelmet fordítanak a lakók egészségére, és a szokásosnál is gyakrabban takarítanak. Rolicek Judit jelentkezik most Egerből a továbbiakkal. Mennyire szigorúak ott az intézkedések a koronavírus miatt, és hogy viselik a bentlakók? Jó napot kívánok! Teljes kijárási és látogatási tilalom van, sőt felvételi zárlat is itt az egri idősek Berva völgyi otthonában. A hozzátartozók még csomagot sem hozhatnak, vagy adhatnak be idős rokonuknak. Két hetente bevásárolnak az ápolók, ami csak kell, azzal látják el a bentlakókat. Minden szobában van egyébként mobiltelefon, tehát felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tartják mégis a kapcsolatot azért a rokonokkal. Minden szobában van vezetékes telefon, és vannak olyanok bent idősek, akiknek mobiltelefonjuk is van. Ezen keresztül tudnak bármikor, ez megengedett, értekezni a szeretteikkel. Nagyon fegyelmezettek, bármennyire is hihetetlen. A látogatási tilalom még február elején kezdődött, ugyanis akkor a szezonális influenzára való tekintettel már az otthonvezető meghozta ezt a határozatot, és ugye március 17-től pedig ténylegesen a koronavírus miatt lépett ez a szigorú szabály életbe, a teljes kijárási látogatási tilalom. A hozzátartozók tehát mobiltelefonon értekezhetnek, amúgy információkat pedig kaphatnak az ápolóktól, gondozóktól a bentlakók. Jelen pillanatban 48-an vannak bent a mögöttem látható idősek otthonában. Ők azok, akik csak is hiteles forrásból tájékozódnak, és ezt adhatják tovább az ápolók a bentlakóknak. Erre hívta fel a figyelmet az otthonvezető. Rolicek Juditnak Egerből köszönjük szépen. A koronavírus járvány elleni küzdelemben a nemzeti válaszok működnek a legjobban. A brüsszeli koordináció háttérbe szorult, mondta Szijjártó Péter az országgyűlés keddi ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalásában a NATO és az EU külügyminisztereinek értekezleteiről beszámolva kiemelte, mindenki nemzeti alapon a nemzeti érdekeknek megfelelően hozta meg a döntéseit. Hangsúlyozta, az álhírek ellenére a magyar parlament ülésezik a veszélyhelyzet alatt is. Önök egy élő cáfolata annak a nemzetközi álhírgyárban folyamatosan megtermelt fake newsnak, amely szerint a magyar parlamentarizmust sútba vágtuk volna. A magyar parlament ülésezik a veszélyhelyzet alatt is, és mint ahogy a múlt héten 16 törvényjavaslatot terjesztettünk ide önök elé, lesz vele munkájuk bőven. Intenzív osztályra került a brit miniszterelnök. Boris Johnson másfél hete kapta el a koronavírust. Először csak elővigyázatosságból vitték kórházba, de mivel lázas volt és köhögött, átkerült az intenzív részlegre. A hírre gyengülni kezdett a font. A brit kormányt most a külügyminiszter Dominic Raab vezeti. Ebben a londoni kórházban kezelik a brit miniszterelnököt. A Downing Street szerint Boris Johnsont először csak kivizsgálásra vitték be, de az állapota rosszabbodott. A hétfő éjszakát már az intenzív osztályon töltötte. Az intenzív ellátásban a legsúlyosabb állapotban lévő paciensek részesülnek. Elővigyázatosságból nem szoktak senkit sem intenzív osztályra vinni. Lehet, hogy óvintézkedés gyanánt került kórházba, de azért vitték át az intenzív osztályra, mert aggódtak az állapota miatt. Mondta a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat egyik munkatársa, aki azt is hozzátette, hogy az általa kezelt betegek többsége egy hét után már sokkal jobban van. A BBC tudósítója szerint a brit miniszterelnök oxigént is kapott, mielőtt az intenzív osztályra vitték. A brit miniszterelnöknél másfél hete mutatták ki a koronavírust, miután enyhe tüneteket észlelt magán. Ezután önkéntes karanténba vonult, de tovább dolgozott, egyebek mellett videótelefonon. Az 55 éves politikus még hétfő délután is azt írta a kórházból Twitteren, hogy jó a hangulata és hogy együtt dolgozik a kollégáival a koronavírus elleni küzdelemben.
A brit miniszterelnök 32 éves várandós menyasszonya a hétvégén szintén a Twitteren írt arról, hogy ő is észlelte magán a fertőzés tüneteit, ezért az elmúlt hetet ágyban töltötte. A kismama állapota mostanra sokat javult. A brit kormányban nincs miniszterelnök helyettes. Boris Johnson ezért a brit külügyminisztert kérte fel, hogy átmenetileg helyettesítse őt. A kormány folytatja munkáját, a miniszterelnök biztos kezekben van, egy brilliáns csapat kezeli őt. A kormányzati munka középpontjában továbbra is az áll, hogy végrehajtsuk azokat a terveket, amelyeket a miniszterelnök irányzott elő, annak érdekében, hogy az ország leküzdje a koronavírus járványt, mondta a brit külügyminiszter. A világ vezető politikusai is sorra küldik a jó kívánságaikat Boris Johnsonnak. Az Európai Bizottság elnöke, a kanadai kormányfő, illetve a francia és az amerikai elnök is jó bulást kívánt neki. Szeretném jó kívánságaimat küldeni egy nagyon jó barátomnak, a nemzetünk jó barátjának, Boris Johnson miniszterelnöknek. Nagy szomorúsággal tölt el bennünket, hogy az intenzív osztályon ápolják. Minden amerikai imádkozik a felépüléséért, mondta az amerikai elnök. Orbán Viktor a Facebook oldalán üzent Boris Johnsonnak. A miniszterelnök is mielőbbi gyógyulást kívánt a brit kormányfőnek. Nagy-Britanniában már több mint 50 ezer embernél mutatták ki a koronavírust, több mint 5 ezeren haltak bele a betegségbe. A hír hatására a font jelentősen meggyengült. Kertész Robertet kapcsoljuk Londonból. Ugye láthattuk, hallhattuk, hogy a világ vezető politikusai kívánnak gyors felépülést Boris Johnsonnak, de mindeközben az is látható, hogy gyengülni kezdett a font a betegsége hírére. Mennyire súlyos a helyzet? Jó napot kívánok a nézőknek! Nyugodtan mondhatjuk, hogy belpolitikai válsághelyzet alakult ki Nagy-Britanniában, tetézve a koronavírus járvány okozta válságot, és ennek hátterében az rejlik, hogy az iratlan brit alkotmányosság szellemében a brit kormányfői hivatal, a döntéshozatal, a szakpolitikai döntéshozatal központja, a brit kormányzati rendszer rendkívül koncentrált, rendkívül központosított, a minisztériumok gyakorlatilag végrehajtói azoknak az utasításoknak, azoknak a szakpolitikai döntéseknek, amelyeket a Downing Street-en dolgoznak ki Boris Johnson, illetve a mindenkori miniszterelnök közvetlen környezetében, és maga Boris Johnson is egy rendkívül domináns figurája a brit kormányzati rendszernek, ennek a rendkívül központosított brit kormányzati rendszernek, és ebben a helyzetben érte gyakorlatilag váratlanul az egész politikai közéletet és a piacokat, a piaci szereplőket is az a hír, hogy Boris Johnson hirtelen kiesett a munkából egy súlyos betegség következtében, és ebben a környezetben érte az a hír a piacokat és az elemzői közösséget, hogy Boris Johnson intenzív kezelésre szorul. Sokat nem tudunk az állapotáról, azt minden esetre hangsúlyozzák a nyilatkozók, legutóbb például Michael Gove ma reggel, a kabineti irodát vezető miniszter, hogy Boris Johnson nem szorul lélegeztetésre, nincs lélegeztetőgépen, de hát állapota romlott, és az indokoltá tette az intenzív kezelését a kórházban, tehát mindenféleképpen beszélhetünk egy belpolitikai válsághelyzetről, amely egészen addig fennáll majd, amíg Boris Johnson ismét munkában nem áll. Ugye hallhattuk, hogy nincsen a brit jogrendben miniszterelnök helyettes, és a külügyminiszter vette át a kormányzást, Dominic Raab. Milyen esetekre van vészforgatókönyv, van-e egyáltalán? Vészforgatókönyvekről talán nem beszélhetünk, megvan az ilyenkor esedékes érvényes eljárásrend. Ha az válna szükségessé, amit mindenki remél, hogy nem válik szükségessé, tehát ha szükségessé válna például Johnson utódlása, ennek is megvan a bejáratott módszere. Ilyenkor például a konzervatív pártban elindulna egy utódválasztási verseny, egy utódválasztási folyamat. Azért mondom, hogy a konzervatív pártban és nem a kormányban, mert Boris Johnson elsősorban a konzervatív párt vezetője, és mivel a konzervatív párt kormányon van, ezért ő a miniszterelnök, bármilyen furcsa hangzik is. Tehát elindulna egy utódválasztási folyamat ebben az esetben, és ez akár néhány nap alatt is végbe mehet tekintettel a jelenlegi válsághelyzetre, mert egyébként egy ilyen utódválasztási folyamat hónapokig is eltarthat, de nagyon erősen hangsúlyozom, hogy természetesen még nem tartunk itt, ezek a folyamatok nem indultak el, de a tervek, a forgatókönyvek erre az esetre is megvannak. Kertész Robertnek Londonból köszönjük szépen. Nagy-Britannia mellett Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Németország számít a legfertőzöttebb területnek Európában. Vannak olyan országok, ahol lassan enyhítenének a szigorításokon. De a szakemberek szerint a lazítás után előfordulhat, hogy újra berobban a járvány.
Üresek az utcák a spanyolországi városokban. Igualadában a hatóságok hétfőn feloldották a teljes kijárási tilalmat. A Barcelonától 4 órányira fekvő településen több mint egy hónapja jelent meg a koronavírus. Mintegy 60 ezer ember volt eddig karanténban. Ma végre elmehetek a kisfiamért, aki az édesanyjával él. Több mint egy hónapja nem láttam, mondta boldogan egy fiatal férfi. A helyi kórház alkalmazottai tapsoltak örömükben. Spanyolországban ugyanis már napok óta csökken az új típusú koronavírus napi fertőzöttjeinek száma. Úgy tűnik, hogy a spanyolok túl vannak a legrosszabb időszakon, de a halálozások tekintetében Európát csak az Egyesült Államok előzi meg. A 46 milliós Spanyolországban a statisztikák szerint minden 350. ember kapta el a betegséget, és minden 3500. meghal. A spanyol kormány április végén meghosszabbította a járványügyi korlátozásokat. Tűzoltók fertőtlenítik a szülészeti osztályt az olaszországi Civitavecchia kikötővárosában. A katasztrófa védők is kiveszik a részüket a járvány elleni küzdelemből. A napokban ugyan csökkent a napi halálozások száma, Olaszország továbbra is a koronavírus által leginkább sújtott ország Európában. Egy kisvárosnyi, vagyis mintegy 16 ezer ember halt meg eddig. A regisztrált fertőzöttek száma megközelíti a 130 ezret. A járvány miatt az ország gazdasága is az összeomlás szélére került. Giuseppe Conte kormányfő hétfőn újabb 200 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot jelentett be. Az a cél, hogy talpra állítsák a vállalkozásokat, amelyek padlóra kerültek. Ez már Franciaország. A kórházak megteltek, Párizsból tucatjával szállítják át a betegeket vidékre vagy külföldre. Németország után már Csehország is fogad francia fertőzötteket. Franciaországban az előző napokban úgy tűnt enyhül a járvány, de az elmúlt 24 órában ismét megnőtt az áldozatok napi száma. Még nincs vége a járványnak, és nagyon hosszú lesz az út. A mostani adatok is azt mutatják, mondta a francia egészségügyi miniszter, aki arra kérte az embereket, hogy továbbra is tartsák be a kijárási korlátozásokat. A brit kormány közben a korlátozások szigorítását tervezi. Az emberek egy része ugyanis nem veszi komolyan a rendelkezéseket. A kellemes tavaszi időben a hétvégén ezrek gyűltek össze csoportosan a parkokban, pedig a rendelkezések szerint csak a legszükségesebb esetben szabadna utcára menni. Brit kutatók számításai szerint egy héten belül tetőzhet a járványnál. Már a vásárcsarnokban kialakított ideiglenes kórházakban is vannak betegek Újvidéken. Szerbiában 3 csarnokban összesen 4500 férőhelyet alakítottak ki. Olyan fertőzötteket szállítanak oda, akiknek enyhébbek a tüneteik. Muci Attilát kapcsoljuk most Újvidékről. Ugye ez a 3. legfertőzöttebb város Szerbiában. Helyieket szállítanak oda, vagy az ország más részeiből is érkeznek betegek? Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Nos, az Újvidéki vásárcsarnokban tegnap 39 beteget helyeztek el, enyhe tünetekkel rendelkeznek, és további 107 beteget az Újvidéki, vagyis a Vajdasági Klinikai Központban ápolnak, közülük 3 a lélegeztetőgépen vannak. A hatóságok nem árulják el, hogy honnan érkeztek ezek a betegek, kikről van szó, de hogyha összeadjuk a két intézményben ápolt betegek számát, akkor azt látjuk, hogy ez lényegesen több, mint a fertőzöttek száma Újvidéken, tehát Újvidéken 86 fertőzött van nyilvántartva, valószínűleg hoznak szinte biztos más településekről is, és a nem hivatalos információk szerint vannak közöttük vendégmunkások is, tehát akik Nyugat-Európából érkezve fertőződtek meg, tehát ott szedték össze a fertőzést, és a továbbiakban valószínűleg itt az Újvidéki kiállítás vásárcsarnokában is egyre több lesz a fertőzött, ugyanis az egészségügyi minisztérium elrendelte, hogy aki megfertőződik, az tovább nem tartózkodhat otthon, hanem vagy az Újvidéki vásárcsarnokba, vagy a Belgrádiba, vagy a Nisibe szállítják, vagy pedig az erre kialakított kórházakba. Móci Attilának köszönjük szépen! Egy nap alatt több mint 70 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma világszerte, már 1.300.000-nél is több fertőzött van. Továbbra is az Egyesült Államokban a legrosszabb a helyzet, ott van a legtöbb ismert eset. Közben a világ olyan részein is zajlik a védekezés, amelyre eddig kevesen figyeltek.
Szirénák jelzik a bevásárlási idővégét Ammánban. A koronavírus járvány miatt korlátozták, hogy az emberek mikor mehetnek boltba. Több más ideiglenes tilalmat is bevezettek az elmúlt hetekben a vírus féken tartásáért. Második Abdullah uralkodó hétfőn személyesen látogatott el az orvosi szolgálat egyik telephelyére. A közel-keleti országban eddig több mint 300 fertőzöttről tudnak, a hét elején pedig 6-ra emelkedett a halálos áldozatok száma. Hétfőn a kormány újabb szigorításokat helyezett kilátásba. A következő napokban valószínűleg hosszabb, több mint egy napig tartó kijárási tilalmat kell elrendelnünk, ahogyan azt legutóbb pénteken is tettük, mondta a kormány szóvivő. Egyiptomban is hetek óta nagy erővel dolgoznak a járvány megfékezésén. Sorra készülnek a szájmaszkok és orvosi védőöltözékek. Ezek főleg állami kórházakba kerülnek. A piramisok környékét is fertőtlenítették, illetve minden olyan területet, ahol máskor sok a turista. Az országban eddig több mint 80-an haltak meg a koronavírus miatt, a fertőzöttek száma meghaladta az 1300-at. Hivatalos források szerint főleg olyanok fertőzöttek meg, akik nemrég külföldön jártak. Japánban várhatóan kedden hirdetnek szükségállapotot. Abe Shinzo miniszterelnök szerint a döntés nem jelent teljes zárlatot, mint néhány más országban. Japánban hétfőn újabb 7 ember halt bele a megbetegedésbe, ezzel a halálos áldozatok száma a 100-at közelíti. Az M1 tudósítója Kis Gábor István szerint főleg a fővárosban tombol a járvány. Egyértelmű, hogy Tokió a legfertőzöttebb, de ez csak az utóbbi időben lett egyértelmű, hiszen Hokkaido, az északi fősziget volt a legnagyobb gondban néhány héttel ezelőtt, ahol az ottani kormányzó már sok-sok héttel ezelőtt el is rendelte az egészségügyi veszélyhelyzetet, és azt kérte az ottani lakosoktól, hogy ne menjenek sehova, főleg hétvégén. A japán kormány közben nagy összegű gazdaságélénkítő csomagról is döntött. Az a céljuk, hogy ellensúlyozzák a járvány okozta gazdasági visszaesést. Ez már az Egyesült Államok. A világban ott a legrosszabb a helyzet, már több mint 10 000-en haltak meg. Biztató azonban, hogy az elmúlt napokban laposodni látszik a járvány görbéje. A számok még mindig magasak, magasabbak, mint azt szeretnénk. Ugyanakkor már látszanak a jelei, hogy beválnak az óvintézkedések, amelyeket az elmúlt hetekben vezettünk be. Folytatjuk az erőfeszítéseket, mondta Louisiana kormányzója. New York a világ legfertőzöttebb városa. A polgármester napok óta még háborús állapotokról beszélt. Nagy szükségük lenne orvosra, ápolóra és még több lélegeztetőgépre. Az amerikai elnök bejelentette, hogy még ezen a héten több milliárd dollár értékű támogatást küldenek a tagállamoknak. Tovább terjednek az álhírek az interneten. Az álhír portálok sokszor még azokat a hamis információkat is közzéteszik, amelyeket az érintettek korábban már cáfoltak. Ezúttal a nyugdíjak eltörléséről jelent meg valótlan tartalom az interneten, miközben Orbán Viktor miniszterelnök éppen ennek az ellenkezőjét jelentette be tegnap. Az operatív törzs tájékoztatása szerint rémhír terjesztés miatt már több mint 500 esetben indult büntetőeljárás. Áder János rendkívüli sajtótájékoztatón kirúgással fenyegette azokat, akik a kormányt támadják. Néhány hete ez az álhír terjedt a köztársasági elnökről az 5 perc pihenő nevű oldalon. A portál egy hamis idézetet adott Áder János szájába, olyat, amelyet a köztársasági elnök soha nem mondott. Eszerint idézem, amennyiben továbbra sem fejezik be a lázongást, biztosíthatom önöket afelől, hogy akár még a munkahelyüket is elveszíthetik. A cikket 30 000-en osztották meg az interneten, ahogy azt az írást is, amelyben Deutsch Tamás állítólagos mondatait foglalták össze. A fideszes EP képviselőtől is egy nem létező nyilatkozatot idéztek arról, hogy eltörölné a nyugdíjat, és akinek ez nem tetszik, azoknak azt üzeni, hogy ne hőzöngjenek. Az 5 perc pihenő nevű álhíroldal rendszeresen riogat a nyugdíjak eltörlésével, a kitalált idézeteket pedig rendre kormánypárti politikusok szájába adják. Egy hasonló cikk miatt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter büntető feljelentést is tett. Az álhír azonban nem tűnt el az internetről. Sőt, még most a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet alatt is többen megosztották. Az 5 perc pihenő ugyanis időről időre újra közzéteszi a már korábban cáfolt hamis híreket is.
A nyugdíjak eltörléséről szóló cikket például legutóbb éppen vasárnap immár sokat gyáraposztolták a közösségi oldalon. Pedig Orbán Viktor hétfőn épp az ellenkezőjét, vagyis az időseknek fizetett járandóság bővítését és a 13. havi nyugdíj visszavezetését jelentette be. És nem csak a nyugdíjasok váltak célponttá. Az interneten nemrég az is elterjedt, hogy a kormány meg akarja hosszabbítani a tanévet az otthoni oktatás miatt. Ez azonban nem igaz, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma jelezte, hogy az ügyben feljelentést tett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az álhírek terjedésében az egyéni felelősségvállalás elengedhetetlen. Az ál- és rémhírek ugyanis a leggyorsabban a közösségi médiában megosztásokkal terjednek. Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy nagyon átgondoltan fogalmazzák meg azokat a híreket, amelyeket közé tesznek. A járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője az elmúlt napokban többször is arra kért mindenkit, hogy felelősen írjon és osszon meg tartalmakat. Azok ugyanis, ha valótlanok, megnehezítik a védekezést és félelmet kelthetnek. A törvények mostantól szigorúbban is büntetik az álhíreket. Az operatív törzs tájékoztatása szerint eddig több mint 500 esetben indult rémhírterjesztés vagy közveszéllyel való fenyegetés miatt büntető eljárás. Ez volt a Híradó délben, további híreket, információkat találhatnak weboldalunkon is a híradó.hu címen. Azonnal sporttal folytatjuk a Nemzeti Sport Híradóban.